Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Sziasztok! Amint értesültetek, a Zalaegerszegi Futballklubhoz látogattunk el az Ádival, és két profi játékossal össze tudjuk mérni a tudásunkat úgy, mint a cucu ellen. Igaz, hogy itt csak egy büntető párbaj lesz, úgyhogy a Csákányi rész mellé fog menni, ahol 5-ből 5 büntetőt ugye kihagytam. Reméljük, hogy itt jobb lesz a teljesítmény, és nem maradunk szégyenben. Két vendégünk. Bohati Benyamin. Hegedűs Olivier. Ők képviselik most az egerszegi csapatot, és ellenük kell megmérkőznünk. Sok sikert mindenkinek. Sok sikert, srácok. Sok sikert. Srácok, mint láttátok, a cucu ellen is nagy volt a nyomás, itt sincs másképp, úgyhogy valószínűleg az első kimarad. Ez nem hülyeség, nyomás alatt gyönge vagy tesó. Az elsőt odaraktam. Nem? Az elsőt hova odaraktam? Ez 10-be egy kapus fogja, az a bárperc. A gyerekek, megadtam nekik az esélyt Wink hernyóba. Mondtam, hogy a másodikat szoktam középre, de mondom, bejátszom. Srácok, úgy néz ki, hogy egy már benn van, úgyhogy innentől csak örömjáték. Gyertük meg, gyerekek! Gyerekek, az Áldi a szokásos egy büntetőt kihagyta. Muszáj nekem 100%-ot nyújtani. Ezt? Hát még ebben is olyan erő volt, eltörtem a nagyját. Ne! Jaj! Hege, hát egy győzelem kapujába! Spicebergom, akkor lesz még csak? Akkor lesz négy. Hát gyerekek, tudjátok nagyon, hogy profi kellene az Ádi, nem tud teljesíteni. Ugye mindig nekem kell vinni a csapatot. Ádi, ma szégyenben maradsz, Ádi. A gyerekek, megkaptuk az esélyt, úgyhogy most muszáj lesz találni. Verpi, ezt neked küldöm, tesó! Semmi! Semmi, légy szíves! Kicsoda? Igen. Ha mind a kettőbe megy, akkor nyert. Kihagyod, akkor ajándékrugások vannak már csak, Ádi. Tudod? Mondjál valamit, tesó, nem most tetszett. Vége van, vége van. Koncentrál. Hege! Úrvérnek, Peker, úrvérnek! Teljesen meglepődtem. A gyerekek, az ajándékrugást azért még lenyomom.
De a srácoknak gratulálok. Norbi, hát első vető. Erre direkt nem ment. Ezért nem mondjuk át, hogy kapus, látod? Először is gratulálok. A két profi játékosan nagyon ügyesek voltak. Ádám, légy szíves, a teljesítményedet foglalt szavakba. Nem mondok semmit inkább. Erre van át. Nem lehet. Túlszárnyaltam a lehetetlen. Szokás szerint a profik ellen ugye hoztam a mérkőzést, az Árdi hívájából kikaptunk, de ezt már megszokhattátok mindannyian. Úgyhogy reméljük, hogy a srácok jól érezték magukat ebben a videóban. Nagyon jó, hát én zelén kicsit izgultam, mert páram kicsit ügyetlen, úgyhogy fel nem vagyok. 10-esre, 8-asra rontotta az átlagot, de nem probléma. Úgyhogy nagyon ügyesek voltak a srácok. Ha tetszett a videó, mindenféleképpen lájkoljátok és iratkozzatok fel, aztán találkozunk a következő ilyen videóban. Addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.